Jó estét kívánok, ez a háttér. Mai műsorunkban először Ríz Gábor országgyűlési képviselő, választókerületi elnök lesz a vendégem. Majd jön hozzánk Eke István is, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje. A háttér második részében pedig Váradi Józseffel, az Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, és Berki Lajos alelnökkel, roma referenssel beszélgetek. Tartsanak velünk! A háttér vendége Ríz Gábor országgyűlési képviselő, választókerületi elnök. Köszöntöm, képviselő úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk egy kicsit elején a parlamenti munkáról. Ugye javában zajlik a 2020-as költségvetési vitája. Hol tartanak most, mik a folyamatok, és milyen költségvetés lesz 2020-ban? Azt hallottam, azt lehetett olvasni a híradásokban, hogy a családok támogatásának költségvetése lesz. Igen, ahogyan az elhangzott, a 2020-as költségvetés általános vitáját fejeztük be, ilyen a részletes vita, és ha minden igaz, akkor július 12-ével zárjuk a nyári ülésszakot. Magyarországnak költségvetés kell 2020-ra, ebben pedig azokat a fundamentumokat kell elhelyezni, ami Magyarország, a magyar társadalom, a magyar polgárok számára a stabilitást, a biztonságot jelentik. Jelentik a gazdaság működését, jelentik a társadalomnak, azokat a funkcióinak a meglétét, a biztonságát, amit egészségügynek, oktatásnak és még számtalan minden másnak nevezünk. Ez egy borzasztó szerteágazó törvény, amely törvény eredményeként 2020-ban Magyarország úgy lép be egy pénzügyi évbe, hogy azzal a megnyugtató érzéssel tudja kezdeni, hogy van egyrészt tartalék, a gazdaság stabil lábokon áll, hiszen látható, hogy Európában kimagasló az a növekedési ráta, amivel évről évre fejlődik a magyar gazdaság. Exportorientáltak vagyunk, tehát az export arányunk jobb, mint az import arány az országnak. Ebből látni, hogy a gazdaság e területen is jól teljesít. És hát ha a gazdaságnak eredményei vannak, az meg fog jelenni majd azoknál a pénzügyi forrás igényeknél, amelyek a közösségi jellegét jelentik egy-egy költségvetésnek, a családok nyugodtabb és biztonságos életét. Nos, ilyen biztonságot jelent a családok számára, ha a gyermekeiket bölcsődében, óvodában tudják elhelyezni. Biztonságot jelent a számukra, hogyha azok az intézmények, amelyek az ő nevelésüket, növekedésüket segítik, azok jobban felszereltek. Ez is mind-mind előnyben részesül a következő évi költségvetéskor. De ugyanígy fontos számunkra az, és Ózd térségében talán egy különös aspektusa van, hogy a turizmus is kiemelt szerepet kap. Itt egy költségvetési helyen szerepel majd, ebben benne van az országimázs, és benne van az a Nemzeti Turisztikai Intézet, vagy zárt részvénytársaság, amelynek pontosan az a feladata, hogy Magyarország számára attrakcióval és egyéb szolgáltatásokkal tudja biztosítani ezt az egyre növekvő bevételi forrást. A térség számára fontos az az út is, ami a 23-as, 25-ös főút fejlesztésével kapcsolatos, ugye Ózd és Bátony terenye között. Azt is tudjuk, hogy ön találkozott a közlekedés politikáért felelős államtitkárral nem olyan régen. Miben maradtak, milyen lesz ez a fejlesztés? Főszerkesztő úr, a közönség, a nézők már azt mondják, hogy ez egy vége nem látható, vagy vége láthatatlan történet, és ennek talán sosem lesz vége. Nos, ennek vége kell, hogy legyen, mégpedig örömteli vége a város és térsége számára, hiszen két irányból történik egy időben fejlesztés. Most már azt is tudjuk, hogy megvan a forrás és elindul Sajóbábony után, Sajó-Szentpéternél az elkerül, amely Múcsonynál fog majd bejönni, addig gyors útként funkcionál. Tehát nekünk úzdiaknak csak Múcsony-Kazincbarcikától lesz egy szűkebb keresztmetszet, tehát éppen a két város szűkebb keresztmetszetét fogja áthidalni. Ez az év vége felé induló nagy beruházás. A másik, és ezért voltunk államtitkár úrnál, hogy azt a nyomvonalat véglegesítsük, amely Bátony terenyétől Ózdig tart, és több olyan fontos település van ezen a vonalon, amelyen ma ózdiak átvergődnek, szó szerint átvergődnek, mert sokszor a szűk keresztmetszet, egy-egy rosszul parkolt teherautó, egy-egy elakadt jármű azonnal torlódást idéz elő, viszont ha el tudjuk kerülni Nemtit, ha el tudjuk kerülni Pétervásárát, el tudjuk kerülni Leleszte, Erzsébetet és Domonkost, és átmegyünk még a réten Bátony terenyénél, akkor bízvást
negyed órát nyerhetünk ezen az úton, és a szerpentin két oldalán pedig kapaszkodó sávok vannak, amelyek a gyorsabb járműveket arra sarkalják, hogy be tudja előzni a lassúbb tehergépjárműveket vagy kamionokat, akkor mi abban bízhatunk, hogy ezzel Budapest legalább fél órával közelebb kerül, a nem sokára átadásra kerülő 21-es új szakaszaival. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a Fidesz-KDNP frakció vezetője fel is vetette ezt a fejlesztést, amire Janicsak Dávid azt mondta, hogy az erről szóló kormányhatározatot módosították, de továbbra is kétszer egysávos marad a 25-ös út, és hogy a várost, mármint Ózdot nem kerüli majd el. A polgármester úr van abban a helyzetben, vagy lenne abban a helyzetben, hogy kérdezzen. Sokszor állít olyat, amiről nincsen meggyőződve. Akkor nézzük kronológiában. Tehát volt két kormánydöntés, az egyik kormánydöntés arról szólt 2012-13-ban, hogy kétszer két sávot kell Ózdi megépíteni az Ózdi vállalkozók kérésére. Pontosan az Ózdi vállalkozók kérték azt, hogy gyorsabb elérhetőségük legyen a főváros felé. A járműveik, ők maguk könnyebben tudják megközelíteni a fővárost. A kormány döntött a kétszer két sávról, majd kiadta ezt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Intézetnek, hogy dolgozza ki ennek terveit. Készítsen mérést, forgalomszámlálást, szűk keresztmetszetek áttekintését, hogy hol milyen technikai lehetőségek vannak. Született egy másik kormánydöntés, hogy ennek a pénzügyi forrását is meg kell teremteni. Majd amikor elkészült az az anyag, ami pontosan áttekintette, és költségvetésileg alátámasztotta ezt a leendő útvonalat, akkor kiderült, hogy kb. 160 milliárd forintról beszélünk, ami, ha az Alföldön nézzük, az egy szép hosszú kétszer kétsávos útszakasz. Itt viszont látható volt, hogy az éves 800 milliárdos költségvetési keretből, ahol számtalan utat kell megépíteni az országban, erre a térségre 160 milliárd nem lesz. Ezért a kormány a döntését fölülírta, és újra kiadta a tervezőknek azzal, hogy ezeket a gyorsító szakaszokat tervezzék be. Ennek folyik most jelen pillanatban a tervezése. Amellett a kormány nem tett le arról a szándékáról, hogy ezt tovább tudja bővíteni majd kétszer két sávvá, amikor a pénzügyi lehetőségek ezt a későbbiekben lehetővé teszik. Tehát Ózd megközelítése úgy Miskolc, mint Budapest irányából, vagy Salgótarján irányából számunkra alapvetés, és az egyik célunk, hogy ez mielőbb meg is épüljön. Ha már a polgármester úrnál tartunk, az egyik háttérben, azt hiszem kettővel ezelőtt volt ő a vendégünk, és akkor elhangzott sok minden önnel kapcsolatban is. Úgy tudom, hogy most ön azokra a felvetésekre kíván reflektálni. Én mindig az öregektől tanultam nagyon sok olyan mondást, ami úgy megragad az emberben. A polgármester időnként durva, mint a lópokróc. Értse jól, ezt az öregek pontosan tudták, hogy mit jelent. Akkor, amikor egy nálánál korban jóval előrébb lévő embert lehazugaz egy nyílt televíziós adásban, akkor az sokkal inkább őt minősíti, mint annak az érintettjét. És ha már igazmondásnál járunk, akkor talán ebben a körben a város nyilvánosság előtt szögezzük le, hogy az a városvezetés, amely hazugság révén került oda, ahová került, hiszen emlékezzünk csak vissza, mi történt 14-ben. 14-ben kiálltak a városháza elé, gigafonnal a kezükbe, és teleharsogták, hogy a Fidesz cigányokat akar betelepíteni a városba. Aláírásgyűjtésbe kezdtek ennek alátámasztására. Megtévesztett emberek, hazugsággal megtévesztett emberek, ijegységükben elhitték ezt. Ők tudták pontosan, hogy nem erről szólt a történet. Majd az emberek nagy arányban 14 őszén megválasztották őket. Bizalmat kaptak több mint 5000 szavazat különbséggel. Ez feljogosította okkal a polgármestert és a városvezetést arra, hogy tudjon eredményes és sikeres lenni. Ehhez képest elkészítettek egy Ózd, mint a város. Én inkább úgy mondom, hogy olyan, mint a város. Ez a tanulmány arról szól, hogy János bácsi miket álmodott. Polgármester úr a hazugságomat abban próbálta tetten érni, hogy én ebből a dokumentumból kivett tényeket én megmásítom, most nem én másítom meg. Az élet és ő maga. Mert miről szólt ez a dokumentum? Amit letett a polgárok asztalára, hogy ez a Jobbik programja. A városért programja. Ebben a programban Ózdi nagyáruházat vizionáltak.
semmi nem lett belőle. Ózdi állattartású, állattenyésztésű beszéltek Vágóhíddal. Hangonyan igen, Ózdon semmi nem lett belőle. A szőlő és a jóbor vidékéről vízionáltak, ami megmaradt a táblai borverseny, egyébként jeles versenyzői szintjén, de ők már köszönik szépen korábban is mivelték a maguk barát, és kóstolták is ezt a nedvűt. Tetőgazdaságról vízionált a polgármester úr ebben a dokumentumban, illetve hidropóniáról vízionált, amely üres zacskóként ott lógott egy darabig a betonfalon, majd eltűnt. Szabadalmi bizottságról és Ózdi szabadalmi hivatalról beszélt. Ha valaki kicsit mögé gondolt, akkor is tudhatta volna, hogy ez blödség, mert Magyarországon egy olyan intézmény van, amely jogosult a magyar szabadalmakkal, a magyar szellemi termékekkel foglalkozni. Ez egy állami intézmény. A megújuló energiaforrásokról vízionált ebben a dokumentumban polgármester úr, nos, amit még korábban energiaerdőként ültettek el elei, egy rombaver tervben, egyébként pontosan dokumentált, megtervezett módon, az sem folytatta tovább. Vállalkozói klímát igyekezett teremteni. Azt mondta, hogy az ajtó előtt ott kopogtatnak már türelmetlenül azok a vállalkozók, akik alig várják, hogy jobbikos városvezetése legyen Óznak. Jobbikos városvezetése lett. Kérdezem tisztelettel, hol vannak azok a vállalkozók, akik türelmetlenül voltak. Egy konkrét vállalkozóval találkoztunk, találkoztam én magam is, azzal a német vállalkozással, aki faüzemet telepített volna ide Ózdra, elképzeléseik szerint egy 2 millió köbméterrel, ami kiderült közben, hogy Magyarország teljes erdőkitermelése sem elég erre. És a tulajdon pedig rátervezték arra az ózdi acélművek tulajdonára, amiről csak éppen a tulajdonos Max Eicher nem tudott. Mennyire volt ez komoly? Ózdi turizmus. Békekert, pincesor, termálfürdő, művészetek kertje, illetve gyári emlékek. Ebből mi valósult meg? A gyári emlékek. Bizony megvalósult belőle az energiaépülete, tehát a mostani digitális erőmű, megvalósult belőle a filmtörténet élménypark, és megvalósult az a skanzen, amelyet sajnos a város nem tekint sajátjának, már a polgármester elmondta itt az elmúlt adásban, hogy ez mekkora terhet ró a városra, hiszen ennek a bérleti díjat fizetni kell. Ez a műsor már csak olyan, hogy akkor, amikor egy együttest kialakított a város, hiszen ne feledjük el, hogy pár év, és a város tulajdonába kerül a Manda valamennyi létesítménye. A város fogja működtetni azt, hogy egyébként évről évre növekvő létszámú turizmust befogadó épületet, az egyre növekvő számú attrakciót, és az egyre távolabbról idejövő érdeklődőket. A város, na ennek része a skanzen is, az a skanzen, melyik még a füvét sem nyírja a város, és ha a jelenlegi intézményvezetés nem nyírná, akkor a világ csúfjára két gondozott intézmény között ma ott lenne egy nyíratlan fűvel megáldott park. Emellett ott van még a kutyás lovas vados járőr, amiről tudjuk, hogy volt egy hétig, talán két hétig, majd elhalt. Egy dolog viszont megvalósult ebből a dokumentumból, ezt férfiasan el kell fogadjam, és el kell ismerjem. Ózd városvezetése és a kommunikáció. Első, legfontosabb fejezet volt, na ebben jeleskedett a városvezetése. Úgy a Facebookon, mint egyéb olyan közösségi típusú megjelenéseken, ahol igyekezett kihasználni mindazt, amelyet meg kellett volna csinálnia. Boldog és büszke vagyok arra, hogy miniszteri biztosként szerepem lehetett, hogy az ő általuk megálmodott hűtőtorony tetejére tervezett körpanorámás éttermet át tudtuk váltani arra, hogy a turizmusnak sokkal inkább kézzelfogható, a kerékpáros turizmus felé hajló ágát próbálják meg mivelni. És sikerült lebeszélni őket az Isten mezejei gázfogadó állomás helyén épülő kilátóról, meg a kéménycsomag tetejére épített kilátóról, és volt még egy néhány ilyen ötlet, amire valóban azt mondtam, hogy polgármester úr, ennek a város szempontjából semmi értelme, és ennek csak pénzkidobás a vége, és semmi előnye nincs. És szerepem lehetett abban, hogy pontosan azt a CLLD pályázatot valósítja meg a város, amely a közösségeket erősíti. Mert Ózd a mi közös ügyünk. És ebben a közös ügyben minden ózdi közösség szerepet kell, hogy kapjon. Bármilyen érzelmű is legyen. Polgármester úr, egyet felejtett el, hogy ez a mi közös városunk.
és nem illik hazudni az embereknek. Sem programban, sem pedig másként. Ez az én véleményem. Az is elhangzott ebben az adásban, és majd mindjárt beszélünk a jövőről, hogy ő nyitott lenne arra, hogy akár itt a stúdióban is, vagy bárhol leüljenek és egyeztessenek, de ez valami miatt nem tud megvalósulni. Én polgármester úrnál több alkalommal voltam benn, mint ahogy ő is néhány alkalommal nálam az irodán. Ez mindaddig tartott, amíg polgármester úr egy népszemközti beszélgetésen azt nem találta mondani, hogy tudod, te már rég idősek otthonában leszel, amikor én még mindig államtitkár vagyok. Na most az ember ezt meggondolja, hogy hogyan és miként közli meg, milyen burkolásba a másiknak. Ez számomra viszonylag alpári stílus. Most azzal az emberrel, maximum város ügyeiben vagyok hajlandó együttműködni, emberként már nem. Ennek dacára több alkalommal volt még utána is találkoztunk. Aztán ezek a találkozások elmaradtak, polgármester úr nem igényelte az én segítségemet. Nem hívott, és nem keresett. Az pedig, hogy én most a tévé nyilvánosság előtt üljek le vele vitatkozni, miért én vitatkozzak vele? Neki van egy programja, itt tartom a kezemben. Ő azzal vitatkozzon, aki ezt számon kéri tőle. Nem én kérem számon. A választópolgár kéri számon. Tavaly választás volt, országgyűlési választás. Ebben a térségben, a hármas számú választókerületben több mint 5000 szavazatkülönbséggel győztem. A polgárok így döntöttek. Ózdon is győztem egyébként, ahhoz képest, hogy az ő által vezetett város annak idején több mint 5000 szavazatkülönbséggel rájuk szavazott. Na, itt kell elgondolkodni, hogy kivel is kell vitatkozni? Nem velem. A város polgáraival. Akik számon kérik ezt a programot a polgármesteren és a város vezetésén, és azzal kell vitatkoznia, akinek pontos az a feladata, hogy közös életünk jobb és kiegyensúlyozottabb legyen. A beszélgetés elején választókerületi elnökként is bemutattam, nem véletlenül, hiszen hosszú ideje várták már az ózdiak azt, hogy a Fidesz-KDNP megnevezze polgármester jelöltjét. Ugye erről már suttogtak a városban, most már fény derült rá. Mi volt ennek a folyamata, miért tartott ez ilyen hosszú ideig, vagy számunkra úgy tűnt, hogy hosszú ideig? Akkor, amikor egy politikai közösség, egy értékközösség jelöltet állít, akkor több szempontot is figyelembe vesz. Ugye az egyik szempont az, hogy mindjárt a sajátjai között, a tagjai között rendelkezik-e, vagy rendelkeznek-e többen olyan kvalitással, amely egy város vezetésére alkalmassá teszi őket. Higgyék el nekem, ez egy óriási kihívás. Ez egy óriási kihívás. 34 ezer ember otthonául szolgáló város ügyes, bajos dolgait hozzáértéssel, kellő empátiával és napi gondoskodással igazgatni, ez egy nagyon komoly kihívás. Ez olyan ember kell, akinek tapasztalata van a vezetésben, aki ért az emberek nyelvén, hiszen nap mint nap emberekkel dolgozik. Meg kell értenie a problémáikat, mert ők azt várják tőle, hogy nyitott füllel és nyitott szemmel lássa meg mindazt, ami mindannyiunk közös ügye, ez a város. És azért döntöttünk úgy, hogy végül szervezeten, tagságon kívül jelöltet kérünk föl, mert az ő személye, az ő megjelenése, az ő habitusa, az ő gyakorlata és a puszta élete, amelyet Ózdért eddig is tett, arra predesztinálja, hogy jó vezetője lesz a városnak. Mi úgy ítéltük meg, és a tagság egyhangulag úgy döntött, hogy Eke István vállalkozó, aki több cégben is érintett, egy nagy céget vezet, amely Ózdi viszonylatban 100 főnek ad a nap mint nap munkát, biztonságot teremt családoknak, Ózd polgárjának is biztonságot tud teremteni, hiszen egy vállalkozó pontosan tudja, 0-tól 24 óráig, hogy a vállalkozás az nem 8 órás műszak, az 24 órás szolgálat, ahol minden nap azon kell törni a fejét, hogy honnan lesz alapanyaga, hová fogja eladni a termékét, és hogyan fog tudni bért fizetni, tisztes bért fizetni a dolgozóinak. Mert ha nem tisztes a bér, akkor el fognak menni tőle. És nem mentek el tőle, mert közösséget is teremtett. Teremtett munkai közösséget, és a családján, gyermekein keresztül pedig teremtett zenei közösséget, baráti közösséget, sportközösséget. Itt él ebben a városban, része a városunknak. Nap mint nap találkoznak vele. Ő egy olyan, mint bármely ózdi. Ő abban különbözik, hogy ő vállalkozó. Ő a saját pénzét, a saját egzisztenciáját, a saját családja biztonságát nap mint nap viszi a piacra. Folytassuk innen néhány másodperc múlva, csatlakozzon ő is hozzánk. Köszönöm szépen.
Csatlakozott tehát hozzánk Eke István is, aki a Fidesz-KDNP pártszövetség polgármester jelöltje. Köszöntöm Önt is, jó estét kívánok! Jó estét! Folytassuk akkor ott, hogy ki az az Eke István? Jó magam, 47 éves vagyok, és születésem óta ehhez a vidékhez, ehhez a megyéhez, ehhez a régióhoz kötődöm. Nagyon fontos, hogy kiskoromban, 6 évesen már ide voltak Ózra édesanyámék. Úszni, tanulni a gyári úszodában, azt gondolom, hogy ez a ikonikus épület, ez mindenkinek a szívéhez kötődött, aki kiskorában megfordult itt Ózdon. Majd későbbiekben gyermekkoromat Sátai és Putnok, egyetemi évemet Miskolc, majd pedig felnőtt életemet egyértelműen Ózd határozza meg. Itt tanultam Ózdon 17 évesen vezetni, így szereztem jogosítványt. 94-ben kötöttem házasságot feleségemmel, akivel azóta is 25 éve már egy boldog párt alkotunk. 2 gyerekünk született, kislányom már inkább nagylányom, ő a helyi gimnázium tanulója, fiam pedig idén fejezte be a 7. osztályt. Mindketten az Ózdi Zeneiskola növendékei, nagyon büszke vagyok rájuk, hogy továbbvitték a muzikális vonalat a családban, és országos tévécsatornák és országos fellépési helyszíneken keresztül vitték tovább városunk jó hírét. Elnök úr már említette a sikeres vállalkozásait, de szeretnénk Öntől is hallani, hiszen nem csak egy ilyen vállalkozás van, hanem több is. 2000-ben indítottam a vállalkozásomat, és azóta több cégen keresztül teljesítettük be gyakorlatilag mindig az éppen piacon kínálkozó lehetőségre adott választ. 2010 után az elektronikai bérgyártás, a fémipari tevékenység és jelen pillanatban egy kiépülő turisztikai szolgáltatás az, ami meghatározza a vállalkozásaimat. 2014-ben év elektronikai vállalkozója címen regionális primadíjban részesültem, majd ezt követően 2015-ben a Vállalkozók Országos Szövetségének a Borsod megyei elnöke felkért alelnöki pozícióra. Ezt akkor még visszautasítottam, mint társadalmi alelnöki pozíciót, azóta pedig több díjat nyert még a vállalkozásaim. 2016-ban évfelelős foglalkoztatója díjat, 2017-ben pedig digitálisan felkészült vállalkozással minősítették a cégeimet. 2018-ban, és idén is elnyerte a cégem, több olyan megbízható pénzügyi, stratégiai partneri pozíciót, amit 1000 vállalkozásból ma Magyarországon 5 és 6 vállalkozást tud teljesíteni. És hát volt sok-sok olyan sikeres pályázat, ami a fejlődést lehetővé tette. Igen, ugye végzettségemet tekintve gépészmérnök vagyok, és több mint 10 olyan iparfejlesztési, energiahatékonysági és automatizálási projektet hajtottam végre a saját vállalkozásomon belül, amivel a nálam alkalmazott szerelési technika jó része 21. századi kívásnak megfelelőre cserélődött, és ezekkel a pályázatokkal sikerült egy versenyképes vállalkozást építeni napjainkra. Felmerül ilyenkor az emberekben és nyilván az ózdiakban is, hogy aki ilyen sikeres vállalkozó, ugye nem is egy cége, hanem több cége van, az miért adja politikai pályára a fejét? Tehát miért mondott igen Rizs Gábornak és a Fidesz-KDNP-nek? Több vállalkozó barátommal folyamatosan kapcsolatot tartva 2014 után úgy gondoltuk, hogy a városnak a gazdasági szekere nem jó irányba indult el, nem jó fordulatot vett. Gyakorlatilag a munkahelyteremtés eltűnt a városból, beígért befektetők, beígért vállalkozók, beígért cégek nem jöttek, az itt lévő munkahelyek lassan inkább fogyatkozásnak indulnak vagy erodálódnak. Feltétlenül szükséges az, hogy olyan vezető, olyan gárda, olyan csapat álljon a város élére, aki érti a gazdaságot, látja a gazdaságot, és képes arra, hogy munkahelyeket teremtsen, képes arra, hogy ide a városba friss pénzt, friss tőkét, friss munkahelyeket hozzon. Azt gondolom, hogy az elmúlt években felhalmozott magasabb szintű vezetői tapasztalatom, ez hasznára válhat a városnak ebben a szegmensében, vagy ebben erre a kihívásra egy jó választ fogunk tudni adni, és megpróbálom felajánlani ezeket a képességeimet és a város hasznára kamatoztatni. Úgy tudom, hogy Ózd biztonsága is fontos az Ön számára, egyáltalán mit ért biztonságban? Tehát az itt lakók biztonságát több szempontból kell vizsgálnunk, hogyha ezzel a kérdéssel foglalkozni szeretnénk. Vizsgálnunk kell az egyén, a család és a közösségek szintjén.
Ugye minden embernek a saját tulajdona nagyon fontos, és a legértékesebb tulajdona, vagy a legértékesebb kapcsolati rendszere az a mindenkinek a gyermekei, mindenkinek a szülei. Ez rögtön az egyéni biztonsági szintet tovább emeli a családok biztonsági szintjére, és fontos, hogy a biztonságban a családok kisközösségeké vagy közösségeké formálódva a közösségi biztonság is megjelenjen. Itt elsősorban gondolnunk kell arra, hogy létbiztonság, anyagi biztonság, ami megteremti azt, hogy utána az emberek egy élhető városban élhető szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni és jól érezzék magukat, közösségi szinten pedig úgy tudják meglátogatni a közösségi tereket, a közösségi rendezvényeket, hogy ott nyugodtan biztonságban érezhessék magukat, a gyermekeiket ki tudják engedni az utcára, el tudjanak látogatni szüleikhez, el tudjanak látogatni különböző rendezvényekre, és azt gondolom, hogy az itt tevékenyen résztvevő szerveknek a beavatkozó képességét mindenképpen javítanunk kell. Itt ne csak a rendőrséget értsük ezzel, hanem a katasztrófavédelmet és a mentőket is. Tehát minél inkább ezek a szervek jobban együtt tudnak működni a várossal, hatékonyabban együtt tudnak működni a várossal, annál inkább szolgálják azt, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat a városban és biztonságban tudják magukat. Ha minden úgy alakul, ahogyan szeretnék, az is felmerül, az a kérdés is felmerül, gondolom nem csak bennem, hogy mi lesz a vállalkozásokkal. Tehát a vállalkozásaimban tevőlegesen is részt vett az alapításoktól kezdve feleségem, és a vállalkozásaimban már sikerült egy olyan ütőképes csapatot összehoznom, hogy a feleségem irányítása mellett ez a csapat képes a napi ügyvezetői teendőkre is és a rövidebb és hosszabb távú gazdasági kihívásokra is választ nyújtani. Azt is gyakran halljuk, képviselő úr, hogy nagyon fontos egy város fejlődése szempontjából, hogy olyan színű legyen, mint amilyen az ország, a kormány, az ország vezetése. Mennyire fontos ez? A főszerkesztő úr, az, hogy egy politikai családon belül könnyebb a kommunikáció, az talán érthető, hiszen ha azonos elvek mentén tudunk beszélgetni, azonos értékeket tekintünk fontosnak a magunk számára, Magyarország biztonsága, Európa biztonsága, a migráció megállítása, önálló erős nemzetállamok megléte, ha ezt ezen a fundamentumon beszélgetünk, könnyebb, mint hogyha migránsokat beengedő, Európa Egyesült Államokat vízionáló, bárkivel összeálló, hiszen nincsenek már a túloldalt igazándiból elvi különbségek, egyben mosta őket. Egy dolog, az Orbán Viktor elleni gyűlölet. Nos, ezek az értékeknek a mentén szerveződik nagyjából a politika. Mi továbbra is azt szeretnénk, és ebben a városban a kormány oly módon van jelen, ahogyan eddig is itt volt. Ha a város kérte a segítséget, álltam rendelkezésre, és megmondom őszintén, hogy nincs mit szégyenkezni. A polgármester úr hol azt mondja, hogy ellenszélben kellett dolgoznia, hol azt mondja, hogy köszöni szépen, mert rengeteg forrás sikerült elérni. Nevezzük azt közös örömünknek, nevezzük az övének, az enyémnek és minden Ózdi örömének, hogy több mint 13 milliárd forint érkezett a városba, egyébként soha korábban ennyi a városban nem érkezett a három szektorba, a vállalkozói, a civil és az önkormányzati szektorba. Ez mindannyiunk számára öröm. Ez öröm annak, aki baloldali gondolkodású, jelzem Ózd, mindig egy tisztességes baloldali gondolkodású város volt alapjait tekintve. Az, hogy volt mellett egy polgári konzervatív keresztény értékrend is jelen, az át meg átszőtte a várost. Ezzel együtt vagyunk mi értékesek ózdiak. Ön szerint miért fontos az ózdiaknak az, hogy Eke István irányítsa a várost? Azért fontos, mert én tisztelem a fiatalságban azt a fajta alkotó türelmetlenséget, hogy szeretném maga körül átalakítani a világot. A világ pedig már csak olyan és úgy működik, hogy a jobbnál jobb ötleteket mindig a valósághoz kell igazítanunk. Eke István koránál, habitusánál, mérnöki végzettségénél fogva mindig számol. Számol azzal, hogy mi történt eddig egy vállalkozásban, és nem a levegőbe tervez, hanem azokra a biztos alapokra tervez, amire azt mondja, hogy ez már itt van, na erre lehet építkezni. Ugyanez volt a Romba-Erternek is a lényege, hogy tessék tovább fejleszteni, mert innen lehet építeni tovább mindaz, ami közös Ózdink. Sajnos erre nem lehetett mit ráépíteni. Boldog vagyok, hogy több minden olyan valósult meg, ami benn volt a Romba-Erterben, a település rehabilitáció, a közmunka értékteremtő része, és még több minden más elem. Mindannyiunk öröme. Ha a polgármester azt mondja, hogy ez az ő értéke, akkor azt mondja, hogy legyen az ő értéke is, meg legyen a miénk is.
Eke Istvánnak pedig abban kell másnak lennie, hogy a középkorúak bölcsességét tudja ötvözni a fiatalok türelmetlenségével és kreativitásával. A polgármesterséghez, higgyék el nekem, kell vezetői tapasztalat, kell empátia, kell nyitottság, és ez kevés egy jópofa Facebookos bejegyzés, hogy én mindenkit szeretek. Eke István a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje kiknek a támogatására számít? Nagyjából egy fél évvel ezelőtt volt egy ilyen hasonló kérdés irányomban, akkor még nem volt teljesen tiszta a kép, hogy el fogom-e vállalni ezt a pozíciót, elindulok ebbe a pozícióba, és akkor is lenyilatkoztam, ezt tavaly szeptember környékén egy újságcikk volt a helyi médiában, vagy helyi hírlapban, hogy egy nagyon széles körű összefogással van esélyünk, van lehetőségünk a város szekerét a fejlődés útja felé fordítani, és rákapcsolódnunk az országos turisztikai fejlesztési rendszerre, az országos gazdasági vérkeringésre, és tovább lépni egyel a mostani gyakorlatilag egy helyben topogásból. Muszáj munkahelyeket teremtenünk, új befektetőket idehoznunk, új friss tőkével tárgyalnunk, és a turisztikában rejlő lehetőségeinket kihasználni. Ez csak széleskörű, hozzáértő emberekkel sikerülhet. Én mindenkit megszólítok, akinek csak egy jó ötlete is lehet a várossal kapcsolatban. Nem engedhetjük meg azt a luxust magunknak, hogy nem szánunk arra 5 percet, hogy leüljünk egy ilyen emberrel és beszélgessünk, és az ilyen jó ötletek összegyűjtéséből mehetünk előre, az ilyen jó ötletek összegyűjtéséhez is szükség van ahhoz, hogy a várost előre tudjuk vinni és előre tudjuk billenteni. Mindenkinek a támogatására szükségem van, aki úgy gondolja, hogy ezt a várost előre akarja vinni, jó ötlete van, jó gondolata van, és együtt tud velünk menni előre, hogy lépjünk egyet előre végre. Folytatjuk majd hamarosan önnel, önökkel. Köszönöm, hogy itt voltak. Köszönöm, szerkesztőnk. Hamarosan Váradi Józseffel és Berki Lajossal folytatjuk, akikkel a közelgő önkormányzati választásról, nemzetiségi önkormányzat választásról és a roma napról is beszélgetek. Maradjanak velünk!